felelős vagy a történtekért. Igen. Bognár József egy percig sem vitatja, felelős a kutyája haláláért. A gazda azt mondja, figyelmetlen volt, ezért pusztult el Guba, a 4 éves keverékkutya, aki másfél évvel ezelőtt került hozzá. A férfi azt állítja, január 2-án hajnalban a Sarló utcából dolgozni indult Szabadbattyánba. Erre az útra minden nap vele tart Guba is, akire a munkaidő végéig József nagymamája vigyáz. A kutyát pórázon kötve beraktam a kocsiba, és visszatérdeltem a kocsiba a bal hátsó ajtón, hogy leellenőrizzem a munkavédelmi cipőmet, hogy benne van, és ez szerintem ekkor ugoratott ki a kutya mellettem. Én elindultam dolgozni, és már Battyánba értem, amikor észrevettem, hogy a kutya nincs nálam. Bognár József kérdésre elmondta, semmi különöset nem tapasztalt az út során. Sötét volt, a póráz, láttam, hogy bent van, a kutya mindig el szokott feküdni a hátsülésen, nem győződtem meg róla. A póráz, láttam, hogy bent van, gondoltam, a kutya is bent van. A férfi hozzátette, Szabadbattyánban vette észre, hogy valami nincs rendben. A lámpás kereszteződésnél furcsa zajra lett figyelmes, akkor szakadt ugyanis ketté a póráz, amelyet az út mellett később meg is talált a nyakörvel együtt. A 24 éves fiatalember ezután visszafordult, a Sarló utcában leparkolt és a környéken keresni kezdte a kutyáját addig, amíg az öccse telefonon értesítette, hogy a kutya tetemét a Balatoni úti benzinkút mellett megtalálták. Amikor Guba gazdája odaért, már a rendőrök és az Aska állatotthon munkatársai is a helyszínen voltak. Molnár Tamásné, a menhely vezetője nem érti, hogy történhetett meg a tragédia, és a sofőr útközben miért nem vett észre semmit. Olyan nincs, hogy valaki húz maga után egy kutyát, és nem veszi észre. Tehát ilyen egyszerűen nincs. Annak a kiskutyának szerencsétlennek sírni kellett, üvölteni kellett, hiszen borzalmas kínok között halt meg. És hát az nagyon-nagyon jó lenne, ha valaki látta ezt az eseményt, mindenképpen jelentkezzen a rendőrkapitánysága, hogy minél több információt összetudjanak gyűjteni. A kutyát Bognár József a nagymamája kertjében eltemette. Elég nagy trauma nekem ezt az egész dolgot feldolgozni, hogy a kiskutyámat ugye elvesztettem, de még mellé ugye az embereknek ez az utálkozó, illetve fenyegető üzeneteit is tolerálni nem egyszerű. A közösségi oldalakon népharag zúdult a gazdára, megszámlálhatatlan hozzászólásban és privát üzenetben ítélik el a kutya tulajdonosát. A férfi felmondta Sarló utcai albérletét, felfüggesztette közösségi oldalait, és nem mer egyedül közlekedni sem a városban, sem a környékben. Sokan a férfi halálát kívánják, de a Sarló utcában és a családi házánál többen meg is fenyegették őt. Az interneten felmerült az is, hogy kábítószert fogyasztott. Olvastam az interneten olyat, nagyon sok mindent olvastam, hogy kábítószer hatása alatt álltál vezetés közben. Nem. Az nem így volt, illetve az illetékes hatóság az tesztet is csináltatott velem, és minden negatív lett. Bognár József hozzátette, felelős Huba haláláért. Elismerte, hogy nagyot hibázott, de mint fogalmazott, szándékosan sosem ártott volna a kutyának. Szerinte baleset történt. A rendőrség közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben az áll, a Székesfehérvári kapitányság állatkínzás miatt indított eljárást. Az eddigi adatok szerint a 24 éves gyanúsított a Balatoni úton úgy közlekedett gépjárművével, hogy a személyautó bal hátsó ajtajánál, pórázánál fogva kizárta kistestű kutyáját.